Városi Gyermeknapot és Pünkösdi utcazenei fesztivál tartottak május 28-án Gyálon. Egy napon két rendezvény várta a családokat a városközpontban. A színpadi programok mellett számos élményt kínáltak a szervezők az odalátogatóknak. Jó reggelt, Gyál, jó reggelt, kedves szülők, kedves gyerekek! Szeretettel köszöntöm Önöket a Gyáli Gyereknapon és a Pünkösdi Fesztiválon egyben. Egy különleges napra ébredtünk, két fesztiválprogram reggeltől estig. Rövidesen kezdünk, és egészen éjfélig tartanak majd a rendezvények. A színpadi koncertek mellett térjátékok, óriás biliárd, óriás dárc, népi játszótér, körhinta és óriás buborék várta a családokat. A Gyermeknap és a Pünkösdi Fesztivál közös napra szervezése rendkívül sikeresnek bizonyult. Gyálváros 25 éves, most már 26. éves, és folyamatosan fejlődik, és nem csak a város, hanem a város fesztiválprogram kínálata is fejlődik. Ilyen módon önálló hagyomány volt a Gyermeknap a piactéri helyszínen, a Pünkösdi utcazene fesztivál a Városház előtti területen, de ez a két program annyira egybe illik és egymásba kapcsolható, hogy az idén úgy döntöttünk a polgármester úrral, hogy teszünk egy kísérletet, és a Városháza előtti, közösségház előtti, Körösi úti területre áthozzuk mind a két fesztivált. Én azt gondolom, hogy nagyon jó döntést hoztunk, ez egy kiváló helyszín, amúgy is prima koranyári, május végi időt rendeltünk, ezt ígértük a látogatóinknak, és egy nagyon gazdag programbőséget ígértünk, mind a két ígéretünket betartottuk. Egy fergeteges nap kellős közepén vagyunk délután 4 órakor, amikor a fesztiválprogram kétharmada már lement, a délelőtti szekció, és várjuk a délutáni szuperprodukciókat. Milyen programokkal várták ide a gyermekeket? Számtalan esemény várta a kilátogató családokat, gyermekeket, láthatták az itt lévő óvodákat, művészeti csoportokat, amik a közösségi házban dolgoznak, valamennyi óvodai művészeti csoport fellépett, volt egy különleges gyermekzenekar, a Fellegjárók családi zenekar, és óriási siker mellett a Városháza előtti pódium színpadon belakták a város főterét délelőtt. Ezek mellett, a programok mellett számtalan kísérő esemény volt, óriás színező, ugrálóvár, kalandpark, boxringet ki lehetett próbálni, arcfestés, és minden, ami szem, szája, ingere a családoknak, és emellett egy pünkösdi gyermeknapi utca gasztronómiai fesztivál is várta a kilátogatókat. Végignéztünk a kameránkkal délután folyamán, és nagyon sok pici gyereket látunk. Igen, Gyál egy fiatal város, nagyon sok a gyermek, hál' Istennek, mert hogy a gyermek a jövő, és azért is gondoltuk azt, hogy egy nagyon gazdag gyermeknapi programkínálatot alkotunk meg a kollégáimmal együtt a gyáliaknak, és jó volt a gondolat, sziporkázott az előadó művészek, nagyon jól érezték magukat az emberek, a gyerekek kúsztak, másztak a füvön, kipróbáltak minden játékot, végignéztek minden programot, minden finomságot megkóstoltak. Mindenféle különleges szervezet dolgozik Gyálon, Bundásbarát Állatvédő Egyesület, Gyáli Önkéntes Szemétszedők, 20 éves az Arany János Közösségi Ház, és ezen belül a könyvtár, a 61 éves könyvtár külön kvízzel jött ki, ami egy játékos találós kérdéssorozat volt, és valóban voltak itt tengeri búvárok, úgyhogy ezzel a különleges világgal is meg lehetett ismerkedni. Már az utcazene fesztiválban vagyunk benne, vastagon a pünkösdi programok kellős közepén. 16 órától Bodnár Szilviának egy különleges családi koncertjével zárult a gyermeknapi blokk, és másodperceken belül a színpadon az Arany János Néptánc Együttes, akik az idén ünneplik fennállásuknak az 5. évét, egy nagyon impulzív, attraktív műsorral készülnek. Majd a majdnem 30 éves Gyáli Fúvós zenekar fog következni, aztán egy kanyarral elmegyünk New Orleansba, és a Jambalaya buli zenekar fog egy fergeteges parti zenét adni itt a kilátogató közönségnek, és az est fénypontja az pedig az Experience produkció előadásában a különleges Sisi produkció, Erzsébet királyné élete színpadi feldolgozásban. És még ekkor sincs vége a programoknak, mert egészen éjfélig három gasztrosátorban három utcazenekar fogja várni a közönséget és szórakoztatja a kilátogatókat. Gondolom, már készülünk a következő produkció is itt az Arany János Közösségi Házban. Így van, készen vagyunk az augusztus 26-ai programmal. Ez is hagyomány Gyálon, hogy az augusztus 20-át követő szombat mindig egy erősen rocktónusra hangolt fesztiválprogram, egy közösségi élmény, aminek a végét tűzijáték zárja le.
tűzijátékot elárulom a közönségnek, hogy az idén is lesz, és lesz 3 szuper koncert, de erről még nem szeretnék beszélni. Most koncentráljunk a Pünkösdi utcazene fesztiválra és a nyári programkínálatokra, úgyhogy látogassanak ki, ha még nem tették, érezzék jól magukat, legyenek vendégeink gyálon bármikor, szeretettel látjuk Önöket. Csodálatos utazásra foglak hívni benneteket, drága gyerekek!
never before have I felt so good just being natural me. My little hang up and my little time, my deep inside I'm free. A Pünkösdi utcazenei fesztivál fő produkciója az Experidence Tánc Színház előadása volt, amely előtt Nagy József Elek alpolgármester köszöntötte a rendezvényre látogatókat. Itt ezen a téren hétköznapok során autók parkolnak, 16 ezer autó van bejegyezve Gyál városában, és van időszaka a város életének, amikor úgy érezzük, hogy szinte már nem lehet közlekedni, nem kell a fővárosig menni, hogy dugóba kerüljünk, egyik autó a másikat éri, de ilyenkor egy picit elcsendesedünk és felhangosodunk. Elcsendesedik az autózaj, és jó szándékú egymással találkozni kívánó emberek töltik be, népesítik be a teret. És ebben az évben úgy alakult, hogy a gyermeknap és a pünkösd egy napra esett, egy helyszínen két nagy rendezvény, generációk találkozója, és igazán ilyenkor válik értékessé ez a tér. Hiszen egy picit megállunk, egymásra figyelünk, egymás tekintetében nézünk, kezet fogunk egymással, rég nem látott ismerőseinkkel, akik mellett, szervusz Robi, találkozunk, és egy pár szót váltunk. Lehet, hogy nem jut elég idő egymással való mélyebb, elmélyültebb beszélgetésre, de ilyenkor az élmények, a közös élmények előtérbe kerülnek, és ilyenkor érezzük igazán azt, hogy Gyál nem csak egy terület, hanem egy hely, ami a családjaink számára otthon, és a közösségünk számára pedig egy olyan város, amelyet építünk, amelyet szépítünk, amelyet gyarapítunk, és amelyre egyre inkább büszkék lehetünk. Hiszen hamarosan a következő héten szombaton két nagy közösségi tér kerül átadásra, az egyik a Bartók Park, a másik pedig a víztorony melletti terület. Ezeknek a tereknek az értékét természetesen növeli a fű, fa, különböző játék, bokor, futószőnyeg, ahol gumiszőnyeg, ahol szaladni lehet, kocogni lehet, különböző sporteszközök, de igazán értékessé ezeket a tereket, azt teszi, hogyha boldog, egymással találkozni vágyó emberek töltik be, örömmel töltik be ezt a teret, és volt valaki, aki azt mondta, hogy ezeket a tereket nem a kamerák fogják megvédeni, nem a fegy, polgárőrség vagy a rendőrség fogja megőrizni a rongálástól, és nem azért maradnak meg szépnek, jónak ezek a terek, mert valaki erővel őrzi, hanem a szeretetünk fogja megóvni. Én azt kívánom önöknek, azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez a szeretet töltse be a tereinket, örülni tudjunk annak, hogy egy békés világban élünk, itt ebben a földrajzi térségben, ebben az otthonban, Gyálon, és azt kívánom, hogy a gyerekeik mosolya, a szülők öröme, a jókedv és a vidámság kísérjen minket ünnepről ünnepre, egyik hétről a másikra. Azt szokták mondani, hogy amikor az embernek jó kedve van, beszél, talán sokat is beszél, amikor még jobb kedve van, elkezd énekelni, amikor pedig nagyon-nagyon jó kedve van, akkor zenészeket, muzsikusokat hív, hogy táncolni tudjon. Hát azt kívánom önöknek, hogy a mai napnak a produkciója után legyen alkalmuk, hogy a különböző sátrak és helyszínek mellett egy-egy pohár bor, pálinka, sör mellett beszélgetve, ünnepelve a társaikkal legyen kedvük táncolni is, és szívükben őrizzék meg ennek a napnak az élményét, és a város iránti szeretetük pedig ezzel a nappal is gyarapodjon. Jó estét, Gyál! Jó estét, gyáli szerelem! Jó estét kívánok, és jó szórakozást!